Stanella, a törpe mandula, egy olyan félcserje, amelyet mostanában nagyon kevesen használnak a kertjékben, pedig hát láthatjuk itt, hogy egy körülbelül egy 10-15 négyzetméteres területen milyen fantasztikusan ebben a félig sziklakerti ágyásban teljesen be tudta nőni ezt a területet. Igazából maga a növény az egy olyan 40-60 cm magas, és szinte ilyen talackolóan terjedő sar gyökérzetével nagyon szépen el tud terjedni. Azért persze attól nem kell félni, hogy agresszívan, esetleg kiíthatatlanná válik a kertbe, de az viszont nagyon jó hír a kertbarátoknak, hogyha egy pár tövet vásárolnak belőle, akkor bizony egy sarkot vagy egy kertnek egy szegletét nagyon szépen be tudja nőni. Igazából látjuk ezeket a gyönyörű szép halvány rózsaszín virágait. Idén 2014-ben viszonylag korán érkezett a tavasz, így most ez már március végén így díszít, de azért azt szoktuk mondani, hogy jellemzően április-május környékén hozza ezeket a fantasztikus virágait. Ezekkel a virágokkal igazából a legtöbbünk egy ilyen kis kecses kerti sarkot tud beültetni, és olyan hangulatot tud teremteni, amely azt gondolom, hogy nagyon kevés virágzó félcserével érhető csak el. Természetesen a használata során, vagy az alkalmazása során mindig ügyeljünk arra, hogy ez alapvetően azért nem egy fő növény, tehát érdemes egy olyan helyre tenni, ami ahol valamire tud mutatni. Például mondjuk mögötte itt egy tiszapát látunk, vagy bármilyen más olyan félcserét vagy cserét, amire szeretnénk felhívni a figyelmet, ezt inkább úgy szoktuk mondani, hogy ilyen alapozó növénynek vagy háttérnövénynek érdemes ültetni. Látjuk azt, hogy mennyire egy ellenálló növény, mennyire szépen homogén és egyöntetű módon be tudja nőni a talaj. Tehát az, aki a Prunus stanellát, a törpemandulát választja, az legalább egy ekkora területben gondolkozzon, minimum egy 2-3 négyzetméteres területre érdemes ültetni.